Nem látszódott feszültség a fiatalok arcán, pedig a 7.-8. osztályos tanulók a Bicaj-Ricsaj közlekedési csapatverseny országos döntőin vettek részt. Két napon át vendégeskedtek a Sóstó gyógyfürdői Kisfakon gyermektáborban, melynek üzemeltetője a Míg Megnövök Alapítvány immár 7. alkalommal biztosított helyszínt a vetélkedőnek. Nekünk a fő tevékenységi körünk a tehetséggondozás szeptembertől májusig, és három tantárgyban, matematika, magyar nyelv és környezetismeretből országos versenyeket rendezünk, és így jött az ötlet 7 évvel ezelőtt, nagyon jó barátomnak köszönhetően, dr. Hodák Zsolt ezredes úrnak, hogy csináljuk meg ezt a Baleset Megelőzési Bizottsággal együtt egy Bicaj-Ricsaj nevezetű csapatversenyben, ahol három online forduló után a legtöbb pontot elérő csapatok kerülnek a döntőbe. A 10 meghívott csapat közül azonban csak 7 vett részt a megmérettetésen. A legtöbben a megyéből érkeztek, de voltak résztvevők Debrecenből és Pest megyéből is. A verseny célja a gyerekek közlekedés biztonságának fokozása és ilyen jellegű ismereteik bővítése. Mindez persze tőlük is folyamatos felkészülést, tudásfrissítést igényel. Nagyon szeretném, hogyha a gépjárművezetők zöme ennyire tisztában lenne a közlekedési szabályokkal, mint amennyire ezek a gyerekek tisztában vannak. Bizton állíthatom azt, hogy nagyon nehéz még akár rendőrként is versenyezni némelyik gyerek tudásával, hiszen olyan sokrétű és mélységű tudással rendelkeznek akár a kreszterén is, ami még számunkra is meglepő, hiszen ők ezt nagyon komolyan szakkör keretein belül, és nagyon nagy mélységben, szinte nap mint nap van olyan csapat, amelyik naponta műveli. Lécekre rögzítve a fiatalok lába, így kellett egyszer lépegetniük. Itt pedig már két keréken, az akadályok csak kívülről tűnnek könnyűnek. A baleset megelőzési szakemberek gyakorlati és elméleti feladatokon keresztül igyekeztek felkészíteni a diákokat. A nyári szünidőben történő önálló közlekedésre, emellett a vízi közlekedés szabályaival is megismertették őket. Közülük többen vettek már részt a Bicaj-Ricsajhoz hasonló versenyeken. Lényegében hasonló verseny számok vannak, mint itt. Szokott elsősegély lenni, kreszteszt, kitöltése, kerékpáros ügyességi, és otthon nagyon sokat készültünk. Az iskolában minden nap bejártunk reggeltől délutánig, meg hétvégén is. Otthon állítottunk fel kresztpályákat, készültünk elsősegélyből is, meg kresztesztből is, és gyakoroltuk ezt a lépegetőt is, ahol csapatban kell dolgozni. A verseny pályaorientációs célt is szolgált. A szervezők reményei szerint jó példákat tudtak az iskolások elé állítani, akik később talán a rendőri hivatást választják.